Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. március 18-án hétfőn. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Március 15-i ünnepség. Wing Chun Kung Fu házi verseny. Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk országszerte. Mezőtúron is minden évben hagyomány, hogy városi ünnepség alkalmával emlékezünk meg erről az eseményről, amelyen idén az istentisztelet és a Szent Mise mellett a Kossuth Lajos két tanítási nyelvű általános iskola diákjai is közreműködtek, majd Szűcs Dániel polgármester mondott ünnepi beszédet. Március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, amelynek alkalmából Mezőtúron a Kossuth téren tartottak megemlékezést. A program a Kossuth Lajos magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola 6. évfolyamos diákjainak műsorával kezdődött, majd Szűcs Dániel polgármester mondta el emlékező gondolatait. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt mezőtúriak! Március 15-ét 176 éve a magyarság minden évben megünnepli, megemlékezünk az egyik legnagyobb, mára már történelmi eseményünkre. Ezen a napon sokan gyűlünk össze. Ünnepeljük a bátrakat, fejet hajtunk a hősök emléke előtt, határon innen és túl. Minden magyar ember szívét fölemeli március 15-e, mert mindnyájan tudjuk, hogy a márciusi ifjak a nemzet legfontosabb céljáért, a szabadságért, a függetlenségért harcoltak. Idézzük fel ma országunk egyik legmeghatározóbb eseményének előzményeit, a forradalom napjait, és azt, hogy milyen utat jelöltek ki számunkra Petőfi Sándorék. Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc elbukása után erősen korlátozott, mégis meglévő önállóságot élvezve volt része a Habsburg Birodalomnak. Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes előkészítő munka eredménye volt. Bár a reformkori országgyűléseken nagyon kevés valódi változást sikerült elérni, de lehetőséget teremtettek arra, hogy a reformszellemű liberális nemesség kidolgozza a saját programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő forradalom vezetői, Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Ötvös József és sokan mások. A pesti ellenzéki kör, a fiatal értelmiségiek radikális csoportja már 1848. március 5-én bekapcsolódott a pozsonyi rendi országgyűlés politikai küzdelmeibe, és aláírásgyűjtő mozgalmat indított Kossuth Lajos március 3-ai felirati javaslatának támogatására. Ez többek között a közteherviselés, a politikai jogegyenlőség, a népképviselet és a független magyar kormány teremtését követelte. Erre március 19-én a Józsefnapi vásáron került volna sor, amit francia mintára reformlakoma követett volna Rákos mezején. Itt akarták ismertetni a javaslat alapköveteléseit, forradalmi elszavakká tömörítő 12 pontjukat, amelyet Irinyi József öntött formába. Március 14-én este azonban megérkezett Pest-Budára az előző napi bécsi forradalom híre, és a Pilvax kávéházban összegyűlt ifjak mielőbbi cselekvésre szánták el magukat. Március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór
és Bujovszky Gyula megváltoztatta a diétához intézett 12 pont bevezetését, és egy, a politikai fellépésüket indokoló kiáltványt fogalmaztak meg. A Pillboxban Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Petőfi elszavalta a nemzeti dalt. Innen a Pillboxból indultak el a szemerkélő esőben az egyetemre. Előbb az orvoskar hallgatóihoz, majd velük a politechnikum diákjaihoz, azután pedig együttesen a jogászokhoz vonultak. Minden helyszínen elhangzott a kiáltvány és a 12 pont, Petőfi pedig elszavalt a költeményét. A jogászok és az utca népének csatlakozásával, mint egy 2000-es duzzadt, az egyre lelkesebb tömeg Petőfi vezetésével átvonult a közeli Landerer és Hekenes nyomdához. Kevesen tudják, hogy Landerer nem tanúsított nagy ellenállást, sőt, inkább együttműködő volt. A tulajdonos Landerer Lajos kérte a fiataloktól a cenzori pecsét bemutatását, hiszen csak ezzel lehetett bármit is kinyomtatni. Mivel az nem volt, a fiatalok már éppen elindultak volna a nyomdából, amikor a tulajdonos megsúgta nekik, hogy akár el is foglalhatnának egy nyomdagépet. Így rajta sem kérhetnek számon semmit, elvégre erőszakkal vették rá a munkára. Beindították tehát a gépet, és nyomni kezdték a röpiratokat. A március 15-i események egyik fontos helyszíne volt a Nemzeti Múzeum, amely közel volt az eseményekhez, így az ott dolgozókhoz minden hír eljutott. Tudták például, hogy délután 3-ra gyűlést hirdettek a munkahelyük elé. Bár a múzeum maga már működött, az udvara még nem volt készen, de ez nem zavart senkit. Már egy órával a kezdés előtt hatalmas tömegek kezdtek gyülekezni az épület előtt, az emberek kezében pedig ott volt a 12 pont, amelyet addigra már mindenki ismert. Az sem zavarta az összegyűlteket, hogy nagyon rossz idő volt. Szakadó eső, és épp hogy fagypont fölötti hőmérséklet. Mire Petőfi a barátaival megérkezett, már akkora volt a tömeg, hogy esélyük se volt keresztül verekedni magukat a főbejáratig. Nem maradt más lehetőség, mint az oldalsó személyzeti bejáron keresztül az épületen át kijutni a szónoki emelvényre. Amikor Petőfi kilépett, hatalmas embertömeget látott, ami őt is megrendítette. A naplójában így írt erről. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé. A szabad téren, szabad ég alatt vésző előtt zúgó tengernek látszik felülről a sokaság, írta Petőfi. Azon az estén, március 15-én az utcákon lelkesült néptömeg forrongott. Harsogta, éljen a szabadság! Az ablakból nemzeti színű lobogók fügtek alá, a szabadság nevével beírva. Az események gyorsan haladtak. Március 17-én 5. Ferdinánd király kénytelen volt hozzájárulni gróf Batthyány Lajos miniszterelnökű kinevezéséhez. Beleegyezett az önálló magyar kormány megalakulásába. Megígérte, hogy szentesíti a reformtörvényeket. A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakuló új kormány már nem a királynak, hanem az ország választott képviselőinek, a magyar országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért tehát független és felelős kormány volt. Majd jött Jellasics. Átlépte a drávát, és fegyveres támadást indított a magyar kormány ellen. Kossuth Lajos és Görgei Artó tábornok vezetésével, Perccel Mór seregeivel következett a téli, majd a dicsőséges tavaszi hadjárat. Az osztrákok pedig belátták, hogy egyedül nem bírnak a magyarokkal. Így érkezett az orosz cári segítség 200 000 fős hadsereggel, és annak következtében végül 1849. augusztus 13-án a világosi fegyverletétel. A forradalmi eszméket olyan tűz, olyan erő tüzelte, olyan erős nemzeti érzés, olyan hatalmas szabadság utáni vágy, mely nem tántorította el a forradalmárokat, már az első látásra is túlerőben lévő császári ellenséggel szemben. A 48-as forradalmárok tudták, mit kockáztatnak. Tudták, mivel fizethetnek a legdrágábbal, az életükkel. Ennek ellenére sem hátráltak meg a haza és a magyarság előre mozdítása érdekében. A márciusi ifjak nemzedékéből hányan adták oda a fiatal életüket? Gondoljunk csak a Segesvárnál lehetünk Petőfire, az Érchegységben elesett Vasvárja. Tisztelt ünneplők!
Ahogy emlékezve követjük az eseményeket, mi, mai magyarok, akik egy szabad és biztonságos ország polgárai vagyunk, elgondolkodtunk-e azon, amiért 1848. március 15-én kitört a forradalom? A szabadságon, a függetlenségen. Megbecsüljük-e a szabadságot? Vajon boldogít-e minket a szabadság? Értékeljük-e? Vajon mit gondolnának a márciusi ifjak a mai kor szabadságához? A mai modern világban sokan hajlamosak mindent magától értetődőnek és működőnek venni. Vannak emberek, akik ugyan jó körülmények között élnek, még sincsenek megelégedve az életükkel. Már nem elég a szabadság. Sokan sokszor többre vágynak, ami érthető. Hiszen emberek vagyunk, fejlődni szeretnénk, ahogyan a világ is. A legjobb azonban az volna, ha mindenki ezt önálló sikere és fejlődése mellett részben, vagy egészben másokkal közösen együtt szeretné elérni, segítve a másikat, meghagyva a maga szabadságában, közben nem elfeledve, hogy honnan indultunk, kikkel és hová tartunk. Én magam vallom azt, amit Széchenyi István mondott. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. A történelem sokszor ismétli önmagát, szoktuk mondani, és 176 évvel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után is bizony elmondhatjuk ezt. Hiszen most is ki kell állnunk magunkért, mert ugyan csatlakoztunk egy közösséghez, amely szabadságot és a közös fejlődés lehetőségét hirdette számunkra, azonban ismét azt kell megélni a nemzetnek, hogy más országokból jobban tudják, vagy jobban akarják tudni, hogy nekünk Magyarországon élő magyaroknak mire van szükségünk. Bizony, ma is ki kell állnunk magunkért, országunk és nemzetünk szuverenitásáért, függetlenségéért. Ki kell állnunk a békéért, amelyről már azt gondolhattuk, hogy természetes és állandó. Azonban a szomszédos háború miatt az elmúlt években kénytelenek vagyunk látni ennek ellenkezőjét, és azt, hogy több százezren esnek a háború áldozatául, köztük számos kárpátaljai magyar ember. Sőt, látnunk kell azt is, hogy vannak, akik nem a háború lezárásáért, a békéért tevékenykednek. Ki kell állnunk egymásért. Nem csak önmagunkért, egymásért. A mai társadalom talán legmérgezőbb közösségi eleme az irítség, a rossz indulat és a gyűlölség, amely nem jó irányba visz. Vannak, akiknél bizony hiányzik az emberség, az alapvető tisztelet, az egyenesség. Pedig ezek nélkül nem érti meg egymást az emberiség, nem tud összefogni, nem tud hosszú távon békét teremteni, és nem tud egymásért, a másik emberért küzdeni. Hazaszeretet, emberségesség, tetrekészség. Ez jellemezte a márciusi ifjakat és a szabadságharcosokat. Ez jellemezte Petőfit, Kossuthot, Jókait, Irinyit, Bujoszkit, Vasvárit és a többieket. Ez jellemezte a bátrakat. Az emberek összefogásához, az építkezéshez, a jövőn való szabad munkálkodáshoz, pozitív szemléletre, alázatra, tiszta tekintetre és szívre van szükség a világ minden táján, így a mi városunkban is. Nemzeti ünnepünkön emlékezzünk a bátrakra, a márciusi ifjakra és mindazokra, akik mertek bátrak lenni, kiálltak hazájukért, Magyarország szabadságáért és függetlenségéért. Legyünk büszkék hazánkra és történelmi hőseinkre, akik nemzetünkért cselekedtek. Emeljük fel szívünket és büszkén viseljük a forradalmat jelképező kokárdát, amelynek jelentőségét soha se felejtsük el, és emlékeztessük rá gyermekeinket és unokáinkat is. Mert ahogyan Kossuth Lajos mondotta, a haza örök, és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és külön köszönöm a Gyermekek színvonalas műsorát. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Ezt követően a koszorúk elhelyezésére került sor.
Hétvégén került megrendezésre mezőtúron a Wing Chun Kung Fu mezőtúri egyesületének házi versenye, melyre több településről is érkeztek versenyzők több korosztályban. Az eseményről Pápai Károly és Márki Károly edzők nyilatkoztak. A mai napon itt mezőtúron a Rákóczi iskolában került megrendezésre a Wing Chun Kung Fu mezőtúri egyesületének házi versenye. Mit tudhatunk a mai napról? Üdvözlöm a kedves nézőket! Hát ez a stílusunknak a utánpótlás versenyzőinek a első megmérettetése. Nagyon sokan olyanok közül, akik még nem voltak versenyen, készülnek formagyakorlatból, küzdelmi kategóriákból, a legkisebbtől a legnagyobbig. Hogyan fog zajlani a mai nap? Két páston fog menni a verseny, az egyiken a formagyakorlat versenyek lesznek, másikon a küzdelmi versenyek, egyszerre fognak menni, és a eredményhirdetés majd a versenyek végén megy. Kik vesznek részt a mai nap? Hát a mezőtúri egyesületén kívül öcsödi szakosztály, Martfűrű jöttek, Budapest és Tiszaföldváró jöttek még versenyzők. Milyen korosztályok fogják ma megmérettetni magukat? Hát a legkisebbünk az 7 éves, a legidősebb 50 körüli versenyző. Formagyakorlatban vannak sokan, küzdelemből is most jöttek egy páron kipróbálni magukat. Nagyon sok a 10 éves, 18-20 év körüli fiatalok, főleg ők Martfűrő jöttek, bízunk benne, hogy nagyon sokkal fogunk szakszövetségi versenyen is találkozni. Mit tudhatunk a díjazásról? Hát nálunk első 3 helyezett, vagy első 4 helyezett érem oklevél, és a gyerekek kérésére egy táblacsokit kapnak. Mit tudhatunk a szervezési folyamatokról? Hát ezt már egy fél évvel ezelőtt elkezdtük szervezni, megkérdettük a többi szakosztálynak, hogy lesz ez a lehetőség. Itt már előre mindenki készült a kis formagyakorlatával, pontosítottak edzéseken, külön a felkészülések mentek, a küzdelemre szintén összejártak a versenyzők is, külön gyakoroltak ezekre a szabályrendszerekre, mert a kungfunak a szabályrendszere kettő van, a szanda, ez a full contact, és a szanda light, a light contact. Ezen a verseny csak szanda light formagyakorlat, vagy küzdelmi kategóriát teszünk, mert a kezdőknek ez tökéletesen megfelel. Formagyakorlatból ott főleg a kezdőknek a szilimtója. Van egy-két régebbi haladóbb tanítványuk, egy új formagyakorlatokat tanultak, meg fegyvereset, pusztakezest, ők azokat mutatják be. A formagyakorlatbírók meg azok a bíróink, vagy versenyzőink lesznek, akik a szakszövetség és a nemzetközi versenyeken szoktak versenyezni. Sokan közül idén szeretnénk megcsinálni a formagyakorlatbíróit. És egy inkább egy ilyen kis bemelegítő nekik, egy átültünk a másik oldalra, láthatjuk onnan is a helyzetet. Vannak egy támogatói a rendezvénynek? Őszintén leszek, nem kértünk támogatókat, ezt saját költséggel hoztuk létre. Próbáltuk minél egyszerűbb, minél kisebb költségvetéssel megszervezni. Egyetlen támogatunk nekünk a Karcagi Tankerületi Központ, a Rákóczi úti iskola által, mivel egy egyesületünk a tehetségpont programban benne van, és a Rákóczi úti iskola itt a mezőtúri központ. Így a iskolának, így mondva az egyik tagtársa, mint mi vagyunk, azonnak a versenye van ez megszervezve itten. Szeretnétek a jövőben hasonló rendezvényt? Persze, természetesen tervezzük, sőt, nagyobb versenyeket is tervezünk, küzdelmi utánpótlás versenyeket a szakszövetségi kategóriákban, mert 12 év alatt HKF első osztályú versenyeken nincsen 12 év alatt küzdelem, 12 év fölött van, és ezeket a szakszövetségi elnökségével beszélgettük versenyszervezés feltételeit, így akkor mezőtúra hoznánk olyan versenyeket is. A mai napi házi versenyen ti is képviseltetitek magatokat, mint öcsödi klub. Mit tudhatunk, hogyan készültetek a versenyre, illetve hány fővel érkeztetek? 10 fővel érkeztünk, 2 küzdőversenyző lesz és 8 formás versenyző. Igazából akik most jöttek, azok olyan versenyzők, akik még nem mindenki próbálta ki magát az országos versenyen. Ennek a versenynek a célja pontosan az, hogy itt mondjuk azt, hogy kisebb stressz helyzetben egy házi versenyen megmérettessék magukat, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább, hogy mennyit kell még készülni ahhoz, hogy országos versenyen is képviseljenek bennünket. Mit tudhatunk a klubotokról? Hogyan zajlanak az edzések, illetve milyen korosztályok járnak hozzátok? Öcsödön, a József Attila Általános Iskolában vannak az edzések. Hétfőn, illetve pénteken van 18-tól 19.30-ig. Most jelen pillanatban általános iskolás korosztály van, illetve egy-két felnőtt tanítvány van, de bárki jöhet a 7-től 99 éves korig. Milyen terveitek vannak még a 2024-es évre? Hát mindenképpen az a terv, hogy erre az évre a 24-ben
legyen olyan versenyzőm, aki már majd az országos bajnokság második fordulóján küzdelemben is megméretteti magát, illetve hogy minél több formaversenyzőt tudjunk magunkkal vinni. 2. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!